Magyarországnak előre kell mennie, nem pedig hátra. Éppen ezért a Fidesz-KDNP kormány döntései értelmében négy fontos területen is előrelép Magyarország, hangsúlyozta Hoppál Péter országgyűlési képviselő csütörtökön. A nyugdíjasok megkapták a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot, és ezen felül még a teljes 13. havi nyugdíjat is készhez vehetik jövő februárban. Januártól 200 ezer forintra nő a minimálbér, és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér. Az adó visszatérítés pedig csaknem 2 millió szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent. A negyedik ilyen intézkedés csomag, amiről utolsóként beszélni szeretnék, az pedig a fiatalok köre, hiszen látjuk, hogy a családtámogatás nagyon erős, Magyarországon a legerősebb Európában, gondolunk az idősekre, a nyugdíjasokra is, de a fiataloké a jövő, tehát nagyon fontos, hogy valamilyen intézkedéssel ösztönözzük a fiatalok munkavállalását és egzisztencia megteremtését, amit ők a mindennapjaikban érezhetnek. Így a 25 év alatti fiatalok január 1-től személyi jövedelem adó mentesen dolgozhatnak, tehát nem kell fizetniük adót. A pandémia alatt is jól működő magyar gazdaság lehetővé teszi, hogy a kormányzat kiemelten foglalkozzon az emberek életével, mindennapjaival, legyen szó idősekről, családokról, gyermekekről, valamint a fiatalokról, hangzott el a sajtótájékoztatón. A mi parlamenti választókerületünkben itt, tehát Pécsett, Komlón, Kozármisteinben és a körülöttünk lévő 15 további településen, a falvakban is, ez több tízezer embernek nyújt segítséget. Csak ez a négy intézkedési csomag, tehát a családok támogatása, az adóvisszatérítés, a nyugdíjasok támogatása, a nyugdíjprémiummal és a 13. havi nyugdíjjal, a minimálbér emelése, illetve a 25 év alattiak eszi a mentessége. Hoppál Péter hozzátette, a család a társadalom alapegysége, ezért a kormány minden intézkedése arról szól, hogy a családokat támogatja a gyerekektől a nyugdíjasokig.